Pontosan ezért szeretem Budapestet. Miért pont gördeszka és miért pont ez a gördeszka? Mindjárt ki fog erre térni. Igazából amikor beköltöztem Pestre, akkor nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy autóval nem akarok járni, mert hatalmas a dugó, meg parkolás, meg minden. Ezen kívül a tömegközlekedésre szeretem, úgyhogy az is kilőve, illetve a villamost szeretem, de a többit azt nem annyira. Úgyhogy kellett valamilyen eszköz, amivel tudok Pesten közlekedni, úgyhogy közben tudjam vinni a kamerát, drónt, stb. És ezért jött ez, hogy legyen egy gördeszka. Szóval itt van velem Andi egyébként, akinek ugyanúgy van egy longboardja. Annyi a különbség, hogy az övé nem elektromos, az enyém elektromos. És mindjárt elmondom, hogy mit tud az elektromos gördeszkám, illetve hogy miben jobb az. Illetve én annyira nem értek hozzá, de majd Andi segít. Szóval, az ötlet alapjába véve nem tagadom, Casey Neistattól jött, ugye egy amerikai videoblogger, de egyébként Amerikában rengetegen használják. És én gondolkoztam arra, hogy itthon milyen ilyen közlekedési eszközt rendeljek, vagy vegyek, amivel tudok közlekedni a városba, úgyhogy azért el is tud menni egy jó sok kilométert, de mégsem zavaró. És először rollerre gondoltam, hogy veszek egy elektromos rollert, viszont az nem jó, mert ugye kamerázni is szeretnék, és azt fogni kell, mert az ilyen kormányos, tudsz? Hát igen. Úgyhogy az kizárva. Van az a másik, aminek nem tudom mi a neve, ami ilyen kétkerekű cucc, és akkor mi annak a neve? Az. Na az se jó, mert azt is fogni kell, és megint csak nem tudom se a kamerámat fogni, se a ugye napi vlognál így fontos, hogy felvegyek minden olyat, ami ilyen random jön esemény. És akkor itt döntöttem el, hogy fogok venni egy gördeszkát. Plusz még nagyon sok ismerősöm, mint a Landi, és gördeszkázik, és... Longboardozok. Longboardozik. Nem, ezt amúgy gördeszkások valamilyen nem bírják annyira longboardosokat, nem tudom. Ennyire még nem vagyok deszkás. És azért szoktam mindig mondani. Ennyire még nem vagyok deszkás, tehát nekem gördeszka, ez is gördeszka. Először megrendeltem egy boosted boardot, viszont 3 hónap alatt, ez nem egy mostani projekt, egy ideje már megvan ez a gördeszka, nem véletlenül nem vittem bele a videókba, először meg akartam tanulni, legalább, hogy tudjak vele menni, és most jutottam el oda, hogy tudok vele menni, és tudok róla egy véleményt is mondani. Instagramon nagyon sokan írtatok már, mert Instagramon már kiraktam, hogy van ilyen boardom, és nagyon sokan írtatok, hogy csinálják egy ilyen videót róla, hogy ez milyen, hogy működik, milyen vele menni, mennyi tud elmenni, tehát ilyen összegzést, úgyhogy most jutottam el oda, hogy ezt megcsinálom. Szóval egy pár technikai adat, mielőtt elmondom a tapasztalatokat ezzel a boarddal kapcsolatban. Ez a board maximum 40-nel tud menni, nyilván még nem mentem 40-nel, és 30, hivatalos adatok szerint 30 km tud elmenni, és ez körülbelül egy másfél-két alatt tölti fel, tehát ha fel tudom tölteni, akkor másfél-két alatt maximum van. Boardoztam már egy csomót, és tényleg nem, tehát itt kírja a töltöttséget, mert megmutatom, hogy ez hogy néz ki, és soha nem ment még így 60% alá, pedig boardoztam már elég sokat. Egy roller összehasonlítva ilyen árkategóriában, a roller az pont Ábelhez beszéltük, mert Ábel rollert akart venni, és ugyanilyen árkategóriában, még egyszer kihangsúlyozom, egy roller, elektromos roller az 5-6 óra töltéssel körülbelül 5 km megy el, ami nagyon para. Ezen kívül ugye mondtam, hogy megrendeltem már a boosted boardot egyszer, de lemondtam. Az egyik ok az, hogy 3 hónap alatt se hozták nekem ki. A másik pedig az, hogy mivel először deszkáztam, wakeboardoztam, meg snowboardoztam már, de gördeszkának, vagy longboard, bocsánat. Szóval ez volt az első longboardom, és nem akartam rögtön a legdrágábbat megvenni. Plusz a boosted board, ami kb. 3-szor ennyibe kerül, 2,5-szer ennyibe kerül, az kevesebb kilométert tud elmenni, és lassabban. Szóval nem nagyon fogom belevinni a gördeszkát a vlogjaimba, mert egyáltalán nem az a célom vele, hogy kész színe is utánozzam, viszont tényleg egy közlekedési eszköznek vettem, mivel sokan kértétek ezért tényleg elmondom, hogy milyen érzés egy ilyen elmenni.
ez egy brutálisan jó érzés. Még egy dolog van, amit imádok egyébként ebben a deszkában, az, hogy a hangja. Ilyen tökéletes elektromos hangja van. Figyelj! Na, de hogyan is működik az egész board? Ez a fajta elektromos longboard úgy néz ki, hogy itt jelzi nekem a töltöttséget, ami pillanatnyilag 3 töltöttséget jelent. És ez nagyon durva, mert egyébként körbe deszkáztuk már Pestet. Igen! És mindig 3-at jelez, úgyhogy tényleg nagyon sokáig bírja az aksia. Ez van egy ilyen távránytó, ami a boosted boardhoz képest elég gagyi, viszont hát a célnak megfelel. Ezt a pöcköt, ahogy nyomom, fölfele, fokozatosan úgy gyorsul a cucc, remélem most fog kiesni a kereke és pofámba. Szóval, ahogy ezt fokozatosan nyomom, úgy gyorsul a cucc, ha lefele húzom, akkor fékez, oldalt egy bekapcsológomb, itt pedig alul egy gomb, ami irányt vált, tehát most a másik irányba fog forogni. A boosted boardban még az is jobb, hogy abba vízbe meg esőbe is mehet. Azt mondták, hogy belemehetek pocsolyákba, de inkább ne, tehát nem ajánlják. Viszont én már nagyon sokba belementem, semmi baj nem lesz, úgyhogy szerintem pocsolyába is simán használható, esőben nem használnám. Körülbelül ennyit erről a boardról. És most hasonlítsuk össze Andival. Ne felejtsetek el feliratkozni Andi csatornájára, mert Andinak most van egy csatornája. Mi a csatornád, Andi? Ez egy casting. Igen. Soul Shine by Andi a neve. Showers Hine. De aranyos. Jó, na szóval, a kettő között a fő különbség az, hogy ezt hajtani kell, ezt meg nem. Hogy rendelsz egy longboardot? Mert ezt így megveheted, amit ahogy megvettem, ezt így megveheted és ennyi. Te hogy vetted meg? Hát Longinál ezt én meg lehet azt csinálni, hogy külön választod hozzá ezt a lapot. Ez egy Riviera bambusz lap. És külön tudod ezt a függőt is hozzávenni, ami ez. És külön lehet hozzá kerekeket is venni, attól függően, hogy mennyire puhát akar az ember. De ez amúgy így volt összerakva. Méretet amúgy választod, hogy milyen méretű kereket akarsz? Hát, tehát nagy átmérőre. Ez egy jó kérdés. Szerintem valami minimális lehet, de ebbe, hát az 72 mm, de szerintem az... Hát... Mert ez ennyi ember, nekem nagyon nagy a kereke, és tényleg szinte bármin át tudok menni. Jó, patkára nem tudok felmenni, tehát patkár ugrani nem tudok. Na. És mennyire hajlékony amúgy? Ez nagyon, várjál. Szóval, az biztos, hogy rugalmasabb. Jaj, próbálom így. Én erre ráállok, mert hogy... Én erre most ráállok, az ennyire. Aha, erre. Rá tudok úgy állni, hogy kapaszkodok be, és akkor nem fog állni, és akkor... Aha, és akkor már így látszik, hogy így húzok. Szóval tiéd rugalmasabb van. Igen. Meg ugye jobbra-balra is, hogyha így az élem, akkor nagyon megy. Nekem. A súlya a másik dolog, ami egy picit problémás az én bordomnál. Nekem mászni van, mert én magas vagyok, és ha így... Tehát nekem nem kell bajítani a kezem, hanem így tudom tartani, nem tudom hány kiló egyébként. Ez ilyen, hogyha nekem lenne, én már nem tudnám így tartani, szóval igen. Így na, az úgy para, tehát a boosted boardban ez is jobb, hogy azért az könnyebb. Viszont nekem ez azért nem probléma, mert mondom, kinyújtom így, tehát felállok és én nekem nem ér le a board. Úgyhogy ha fel kell szállni villamosra, mert el kell szakadni az eső, vagy bárhova be kell menni egy étterembe, vagy bárhova, akkor fogom, így megfogom és csak lerakom, ha akarom. Ez viszont sokkal, ez sokkal nagyon könnyű. Még egy dolog, ami ebbe viszont jó, hogy nagyon jó belekanyom. Most a kocsival vagy busszal lennék, akkor itt állnék bent a dugóban. Azon kívül, hogy az összes dugót kikerülöm bele, azon kívül egy akkora szórakozás vele menni, hogy eszmetlen jó élmény, komolyan. Egyébként kipróbáltam Andinak a longboardját is, amit ugye hajtani kell lábbal, és az a durva, hogy ugye én ezen a gördeszkán tanultam meg deszkázni. Ezután ráállni egy olyanra, amit neked kell hajtani, az esélytelen. Még két dolog a távránytóval kapcsolatban. Az egyik, hogy meddig bírja, arról nem beszéltem, ugye ezt is tölteni kell. A neten azt olvastam róla, hogy nagyon gyorsan lemerül, és ez nem így van, mert szerintem a deszka tovább bírná, mint ez. Tehát elmegy 30 km-t, addigra ez lemerül. Ma viszont egész Pestet körbedeszkáztuk, és egyáltalán nem merült le. A boosted boardnál azért jóval tovább bírja. Ami necces ezzel, hogyha ezt elhagyod, az viszont tényleg para. Nem tudom, hogy honnan szereznék ilyen távránytót. És elég kicsi, úgyhogy könnyen elhagyható. Egyszer már majdnem elhagytam. Na mindegy, alapjában véve ez az egész deszkázás, ez hatalmas feeling, iszonyatosan jó.
és tényleg bárkinek csak ajánlani tudom, aki meg szeretne tanulni deszkázni, vagy szeretne elektromos gördeszkát, és kezdő, annak én ezt bátran tudom ajánlani. Hát igazából ennyi volt ez a mai videó, annak ellenére, hogy én nem hajtottam a gördeszkát, annak ellenére elfáradtam. Ne felejtsétek el feliratkozni, ne felejtsétek el követni Instagramon, lájkoljátok be a videót, és holnap ugyanitt találkozunk. Sziasztok!